Cségből naponta körülbelül 10 tonna paradicsom kerül a piacra, amelynek fele a Muzsiai Császárkert Kft. Közvetítésével jut a fogyasztókhoz. Ebben az idényben hiány mutatkozott belőle. Befektetéseket illeti nagyon-nagyon megnyíltak a befektetések, és a paradicsomnak a kitermelési ára is ebben már nagyon növekszik, és akkor így sokan elálltak a termelést, és akkor az történt, hogy hiány is keletkezett a piacon, és most így könnyebben el tudjuk adni. Paradicsom nem lesz az idén elég, és mindenkinek javaslom, hogy időben főzzék be a paradicsomot. A lukácsfalvi Bakos József évente 10 000 tőke paradicsomot ültet fóliasátrakban, és ugyanannyit a kertben is. Számára a fóliasátrak fűtése jelenti a legnagyobb nehézséget, ugyanis a tüzelést már februárban meg kell kezdeni, ha időben a piacra szeretné vinni termékeit. Az ár közepes, de hát csak a tüzelés elviszi azt a közepes árat is valószínű. Minden évben a tüzelés drágább. Itt van fát, tegnap vettük, majdnem 20%-a több szenet nem is lehet még kapni. A lukácsfalvi földműves elmondása szerint az idei év a termelés szempontjából optimális. Nagyobb betegségek nem jelentkeztek a növényeknél. A kerti termelés viszont nem ígér sokat, mivel a sok eső és a szél megviselte a paradicsomot is.